Köszöntök mindenkit a Laskai Jósvát Antikvárium ma esti előadásán, amikor is dr. Rafai Endre a meghívott előadó, aki az esztergomi kőfaragó művészeknek a középkori fantasztikus kőfaragásait mutatja be, hogy a Kárpát-medence szerte hol merre lehet tetten érni a kezük nyomát. De mivel ő hatalmas dugóba került és kicsit késik, előtte a kedves tanárnője, Prokop Mária, művészettörténész asszony, egy kicsit bővebb lére eresztett bemutatót fog tartani. Nem csak Rafai Endre művészettörténész mutatja be nekünk, hanem kicsit másról is mesél a középkori Magyarországgal kapcsolatban. Hadd szeretettel! Szeretettel köszöntök mindenkit, amint ez a cirkit pedig volt a penge, egyik pengrájban, és azon van egy ilyen összeállítás, ami pontosan bevezeti Endrének az előadását, aki egy szíve lelke esztergom, ugyanis ez a fiú, aki itt van több térkép, és mindenki, aki itt van, annak a szívében van a Kárpát-medence térképe, ott van egy olyan hatalmas, akit itt elveszett, láttak, tehát tudja, hogy magyar Magyarország. Szemben azokkal a mai szegény emberekkel, akik nem nagyon tudják, hanem úgy gondolják, hogy ez a 100 éve kialakult határvonal, ez a Magyarország. Mert aki már azért én szerintem pár elemét is járt, akár egyet-kettőt, az már sejti azt, hogy semmi se örök. Szóval az élet állam mozog. Tehát az, hogy ez a Magyarország, ilyet nem lehet mondani, mert azt lehet mondani, hogy ma ez a Magyarország. Ma éppen itt tartok, tehát a mindennapi élet, főleg ma, amikor ilyen nagyon mozgalmas az élet, ami tegnap volt, az már nem érdekes meg. Tehát nem is értem, hogy egy mai ember, aki ilyen dinamikus világban él, az hogyan mondhatja, hogy ez így van, meg hogy örök, vagy egyáltalán. És nagyon szeretnék még egy nagyon fontos dátumot megemlíteni, ez a 2019, ezennek a 1819-nek egyfajta nagyon kerek évfordulója, és ez a 200 év, amikor Rudnai Sándor kinevezik esztergomi érsekké, gyulafehérvári püspök, de szóval sokan, akik itt ülnek, tudják, hogy ki ez a Rudnai társaság van, a kerektemplom körüli plébánián, és hát olyan aktívan működik. Szóval hát közel 300 év után azt mondja gyulafehérvári püspök, amikor megkapja a papíros, hogy ő lesz az esztergomi érsek, és ez evidens volt most már akkor, mondom, közel 300 éve, 1543-ban ment el az esztergomi érsek, ugye menekült, Érsekújvára először, és onnan ugye azért Érsekújvára, jelenleg a Novezánki, mert az érsek szó maradt ki, aki alapította a város. Semmi más nem hiányzik belőle. De azért, hogy elmegy ugye, és onnan Nagyszombatban, most evidens, hogy egy esztergomi érsek, akkor már gondoljuk most, 300 év, közel 300 év után evidens, hogy a Nagyszombatban lakik. Hát Párizsban vagyok, Pozsonyban is van palotája, na de ott lakik. Hát szóval ez olyan tény volt, ahogy a ma azt mondja valaki, hogy a Duna másik oldalán, másik országban. És akkor ő azt mondja ott Gyulafehérvár, azonnal ír egy körleveget tollal, hogy hát kelt Esztergomba. És ez nem csak az, hogy most ide jövök, mert ez egy katonai terület volt, és aki egy kicsit is ismerős, ha nem is volt katona, most már lassan senki sem katona, de szóval azért tudja, hogy egy katonai területet nem lehet azt mondani, hogy most hónapja oda megyek. Hanem hát egy komoly dolog. Szóval semmilyen remények szerűen nem voltam. És az, amit én szeretnék egyébként mondani, hogy a magyar ember számára nincs lehetetlen. Ott kezdődik a magyar ember. Most, ha ezt mindenki nem határozza el magába, akkor sajnos nem akarom mondani, baj van a magyarságban. És ez a fiú, ez a Rafai Endre, ő zentai születési fiú, és most is ott él az édesanyja, és jött Pestre pár évvel ezelőtt, tehát nem mondtam volna el, ha ő is itt van, de amikor nekem ezek a régi tanítványai, itt is van egy kedves házaspár, akinek a tanítványa, jelenleg a Fészedő tanítványom, a Fészedő Múzeumnak a dolgozója, és hát azért jöttek, hogy mit tudom én, látják, hogy mindig élek. és szóval nem könnyű, és nekem mindegyik, akár hány éves van, egy 60 éves vagy, szóval nekem úgy él az én, amikor 18 évesen jött az első évbe. És hát ez a fiú is, ez hogy mondjam, csak röviden, mert lehet, hogy közben megérkezik, hogy az első évnek szeretek egy ilyen szeminármi foglalkozáson
főleg mióta a tanszék, a művészettörzet tanszék a múzeum körúton van, és közel van a Nemzeti Múzeum, akkor szeretem azt feladni az első szeminárumi dolgozatnak, ilyen bemutatkozásnak, hogy a Nemzeti Múzeum épületéről alapvetően klasszicizmusról van írjanak, illetve hát a Nemzeti Múzeum fogalma, mit jelent ő számára. Na, ez egy jó bemutatkozás. És akkor az egyik fiatal ember, nem tudtam, ki honnan jött, ott voltak, általában 20-25-30-an voltak még abban az időben. Elsőben, és akkor nem volt még ez a két lépcsős, tehát mindenkiből művészettörténész akart lenni. És hát akkor ő leírja azt, hogy hát, hogy megálltam itt a Nemzeti Múzeum előtt, Széchenyi Ferenc, mindegyikről ír szépen. Szóval nekem annyira meghatott, hogy ezt nem tudom soha elfelejteni neki. És ezt már még neki sosem mondtam. És azért mondom most, hogy ennek a fiúnak szíve van. Ennek is a művészetnél az lehetetlen, hogy valakinek ne legyen szíve. Na most, hát és ő, mivel mondom, tudta, hogy az a Kárpát-medencének a szíve Esztergomba dobog. Szent Istvántól is nagyon jól tudja mai napig, és kezdett a kövekkel foglalkozni az épít. Szóval mindez, ami a mi állami eredete, hogyan kezdődik. És hát nem volt könnyű, bár csinálta a dolgát szépen, nem az egyetlen volt ebben az évfolyamban, aki ezt így elhatároztam, hogy valóban nagyon érdekli építészet, és akkor különösen örül az ember, mert azért a művészet történetben nem olyan általános, hogy sok fiú legyen, és hát úgyhogy hát ezeket különösen igyekeztem, hát több évfolyamon keresztül másokféle. Én 50 éve tanítottam az elszín, úgyhogy azért van egy pár tanítványom. És hát szóval azért mondom, hogy annyira meghatott, hogy valakinek ilyen szíve van, hogy mit jelent, hogy Széchenyi Ferenc odaadja. Engedélyt kap, ugye ezt is tudja mindenki, aki ezt kicsit tanulta, a Nemzeti Múzeum alapítása 1802. Engedélyt kap a királytól, hogy oda ajándékozhatja a nemzetnek a gyűjteményét. De egyébként ez még 1836-ban, amikor a Pirkkel János László Velencéből hazaj, a velencei pátriárka volt, és volt egy hatalmas két gyűjteményt haza, mert a velencei pátriárkánál magasabb az, hogy egri érsek. És akkor kinevezik, hozza magával Velencébe az a fantasztikus gyűjteményt, 1835-36-ban ír egy levelet a Nemzeti Múzeumnak, mert azért Eger nem volt még olyan, hogy kiállítják, hogy oda ajándékozná a már akkor pár évtizede lévő Széchenyi könyvtár, Széchenyi gyűjteménynek. Tudjuk, a könyvtár nem csak könyveket jelent, hanem hát egy kultúrgyűjtemény, amiben vannak ötvös tárgyak.